Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Nukleáris orvoslás. Első hallásra talán furcsa, hogy mit is keresnek a radioaktív készítmények a gyógyászatban, de az orvostudomány különleges szakterülete, a nukleáris orvoslás, éppen a radioaktív sugárzás tulajdonságait használja ki, hogy pontosabb képet kapjon egyes daganatos betegségek aktuális állapotáról. Létrejöttének alapja a radioaktív nyomjelzési technika kidolgozása volt, amelyért Hevesi György, magyar származású vegyész 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott. Az utóbbi évtizedeknek egy fontos közgazdasági felismerése, hogy a nemzetek jóléte alapvetően a tudástól és az innovációtól függ. Ami az különböző egészségi technológiákat és az egészségügyi technológiákban bekövetkező innovációkat illeti, itt egy fő kihívás nem csak az, hogy újabb és újabb betegségeket tudunk-e meggyógyítani újabb és újabb technológiákkal, hanem itt fontos szempont az is, hogy ezeknek a gyógyítási módoknak viszonylag hatékonyabb, alacsonyabb költségű megoldásait is kifejlesszük. A magyar egészségügyi innováció nem csak felismerte, hanem aktívan ki is használja azt a lehetőséget, hogy a vizsgált személynek beadott radioaktív készítmény segítségével az élő szervezetben végbe menő folyamatok nyomon követhetők. A nukleáris medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai és terápiás orvosi munkát jelent. A diagnosztikai rész azon az egyszerű úgynevezett tracer elven alapul, hogy a radioaktív izotópok által kibocsátott sugárzás az detektálható a testen kívül, a külső detektorokkal. Így ha magát az izotópot vagy az izotópot hozzá kötve kémiai úton valamilyen olyan molekulához, aminek a útját követni akarjuk a szervezetbe, beadjuk a betegnek, akkor ez leképezhető, amiből különböző betegségeknek a diagnosztikája, azoknak a felismerése, vagy a már felismert betegségnél annak a kiterjedése, a kezelésre adott válasza mondható meg, hiszen ma a legkorszerű, vagy leginkább csúcs technológiát jelentő, nagyon specifikus monoklonális antitestekhez kötött radioaktív izotópokkal végzett daganatterápia, az bizonyos esetekben tényleg az utolsó olyan lehetőség lehet a beteg számára, ami egy sebészet, sugárterápia vagy kemoterápia számára már elérhetetlen daganatnál teljes gyógyulást tud akár hozni számára. Sok olyan betegnél, ahol mondjuk az életét megkeserítő, gyakran elviselhetetlen csontfájdalmak esetén ez egy olyan módszer, amivel nagyon hatékonyan lehet ezeket a fájdalmakat akár hosszú időre csökkenteni, anélkül, hogy másra lenne szükség, mint ennek a beadására. A nukleáris medicinát használó szakorvosok tapasztalatai szerint mindenkiben van egyfajta aggodalom attól, hogy radioaktív izotópokat adjanak be intravénásan vagy belélegzés útján a testbe. A személyre szabott, a beteg genetikai állományához jobban illeszkedő daganatterápiás kezelés eredményei azonban a tapasztalatok szerint eloszlatják ezeket az aggodalmakat. Most válasszuk szét a diagnosztikát és válasszuk szét a terápiát. Ugye a diagnosztikánál nagyon fontos dolog az, hogy az emberi szervezetben élő daganatszövetet tudunk kimutatni. Nyilvánvalóan nem minden daganatot. Azok a daganatok, amelyek gyorsan osztódnak, amelyek képesek felvenni a cukrot és bekötik az izotópokt, ezek alkalmasak erre a diagnosztikus módszerre. De nagyon fontos dolog az is, hogy egy betegnél, akinél elindítunk egy kezelést, le tudjuk mérni, hogy ennek a kezelésnek van-e hatása, van-e értelme folytatni. Terápiánál jelentősége lehet például a pajzsmirigyrákoknak az ellátásában, és ami nagyon fontos, az a palliáció. Vannak betegek, akiknek már kiterjedt és nagyon sok fájdalmat okozó csontáttéteik vannak. Az ő esetükben alfa és béta sugárzók is rendelkezésre állnak, ami az újdonság, hogy az alfa sugárzók esetében nem csak a fájdalomcsillapítást tudjuk elérni, hanem alkalmazásukkal még az élettartam is megnövelhető. Mivel testünkben eleve vannak radioaktív izotópok, az, hogy az eljárás során másféléket is bejuttatunk a szervezetbe, és ezáltal egy pici plusz sugárterhelésnek tesszük ki magunkat, a nyerhető információra való tekintettel mindenképpen vállalható. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?